Én egy tradicionálisan keresztény katolikus családba születtem, és a szüleimnek a meleg szeretettel átszőtt vallásossága rányomta bélyegét az életemre, pozitív értelemben. Meghatározta a gyermekkorom Istenhez való viszonyulását. A kora reggeli miséknek a hangulata, a közösség, az együttlét, az első áldozás, a bérmálás, szentségének az átélése, és a családnak az összetartozása a Szent Misén, a többi családdal és a családtagok egymáshoz való viszony, ez nagyon, nagyon szép és meleg élmény volt. Egy vasárnapi Szent Miséről hazajöve egyszer csak édesapámnak szegeztem a kérdést, hogy hát hogy van az édesapa, hogy hazajövünk a Szent Miséről, ahol Istent imádjuk, ahol Jézusról hallunk. És ennek a hitnek, ennek a Jézusról való elmélkedésnek az életünkben tovább kéne tartania. De amikor hazaérünk, akkor itt egy héten keresztül Jézusról egy szó sem esik tovább. És a szüleink elhatározták, hogy egy ismerős papot próbálnak szerezni nekünk, és akkor ő tart nekünk Jézusról előadást, és közösségé próbál minket formálni. No, ez tartott is egy ideig, de attól független, hogy én kisközösségbe jártam, sőt magam is vezettem már kisközösséget, nem éreztem azt, hogy valójában Istennek átadott életű ember lennék. És azt vettem észre, hogy mi csak beszélünk a szeretetről, jó magam is, meg tanulunk róla, de soha nem gyakoroljuk. És felkerestem egy papot, megkértem, hogy legyen szíves adjon nekem egy címet, ahova elmehetnék segíteni. Én arra gondoltam, hogy majd egy idős bácsi vagy néni lesz a rászoruló, de ő azt mondta, hogy ilyet nem tud adni, viszont van egy fiatalember, egy 17 éves, 18 éves mozgássérült fiatalember, akihez elmehetnék. Rengeteg újfajta dolog szüremlett be az én életembe is, a vele való személyes, szeretetteljes, szinte anyai-apai foglalkozáson keresztül. Én a reggeli felöltöztetéstől, reggelisztetéstől, fürdetéstől, a sétáláson keresztül valóban mindent csináltam vele. Sokan hősként tiszteltek amiatt, a sok-sok lemondás miatt, amit ennek a fiatalembernek a kedvére hoztam. De annak ellenére, hogy a szeretet gyakorlásában már előre jutottam, a szívem 77. szobáját azért az Istennek még mindig nem nyitottam ki. Azokban olyan titkos terveket dédelgettem, amiket szerettem volna mindenképpen megvalósítani, és attól való félelmemben, hogy az Isten esetleg másképp gondolkodik ezekről a titkos tervekről, ezekbe őt nem nagyon akartam beavatni. Egy pap ismerősünk templomi darabba főszereplőként olyan mondatot el velem, amelyek az én tudtomon kívül egy fiatalembert, aki hátul állt a templom legvégében, oly módon szíven ütöttek, hogy Isten megtérésre szólította föl. Oda jött hozzám és azt mondta, hogy András, én nagyon hálás vagyok neked, mert az Isten rajtad keresztül, téged fölhasználva hívott engem meg arra, hogy őt szolgáljam. És a szívemre helyezte azt a felelősséget, hogy megkérdezzem tőled, hogy vajon te is Istenhez tartozol-e valójában, átadtad-e teljesen önmagadat Istennek. És az első talán gőgös és beképzelt válaszom az volt önmagamnak, meg neki is, hogy hát hogy kérdezhetsz ilyet, mikor úgy érzem, hogy minden idegszállammal igyekszem őt szolgálni. Ez a fiatalember nem érezte meggyőzőnek az én válaszomat. Nem szállt le rólam addig, ameddig meg nem puhított, és akkor egy találkozóra, ahol Berecki Sándor református lelkész vezette a társaságot, elvittem magammal a zárva tartott 77. szoba kulcsát is a lelkembe, készségesen arra, hogy Istennek majd odaadom, és akkor egy életgyónást tettem, és felajánlottam az életemet az Istennek, az egész közösség, akik ott testvérjén együtt imádkoztak, együvé tartoztak, egy szívvel, lélekkel imádkoztak értem. A tudatomban történt egy nagy változás, nevezetesen, mintha éreztem volna, hogy az Isten azt mondja, hogy nem te választottál engem, hanem én választottalak téged. És ez egy végtelen nyugalommal töltött el. Amikor ennek az életgyónásnak vége lett, akkor a Sándor bácsi azt mondta, hogy testvére, menj vissza a saját egyházadba, és ezzel a megújult szívvel, megújult lélekkel szolgál tovább a saját egyházadat. És attól kezdve
tulajdonképpen egy sokkal mélyebb, sokkal elevenebb kapcsolatra jutottam Istennel, ami a mai napig tart. Gyerekkorom óta rajzolok, és a szüleim véleménye alapján az a kép alakult ki magamról már gyerekkoromban, hogy nem vagyok tehetségtelen. Elhatároztam magamban, hogy akkor én szeretnék tankönyvillusztrátor lenni, mert akkor azt gondoltam, hogy ez a pálya csúcsa. De rá kellett arra jönnöm a sokadik tankönyvillusztrálása után, és pláne közben, hogy ez igazából nem művészet. És egy idő múlva aztán szerencsére vagy szerencsétlenségemre a megrendelések elfogytak, és nem volt már több munka, nem volt több pénz. És annyira megszorult állapotban voltam, hogy semmire nem tudtam menekülni, csak Isten fele, mint hívő ember. És azt mondtam Istennek, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert hát én nélküled nem tudok ebből a kudarc helyzetből, ebből a krízisből kijönni. Kérlek, adj nekem tehetséget. És én azt tudom megígérni neked, hogy ezzel a tőled kapott tehetséggel én nem a magam dicsőségét szeretném szolgálni, hanem a tiedet. Nagyon-nagyon mélyen átéltem azt, hogy az Isten meghallgatta ezt az imádságomat. De az igazi tűzpróba ezután következett, ugyanis akkor ezt ki kellett próbálnom, hogy az a tehetség, amit én hitáltal elfogadtam, az most hogyan működik. És Isten annyira bölcs és gyöngéd volt hozzám, hogy megengedte, hogy aránylag gyorsan bizonyosodjak meg arról, hogy kapok egy olyan stílust, ami eltér az eddig használtaktól, és ami nekem örömet jelent. És ezzel az egyvonalas stílussal ajándékozott meg. Valóban erős bennem az a törekvés, hogy minél kevesebb vonallal tudjak minél többet kifejezni. Tehát életem egyik legnagyobb rajzi élménye az, amikor Jézus meggyógyítja Bénát. A négy barát egy vonallal van megrajzolva, ők ott négyen a tetőn teljesen együvé tartoznak, de mind a négy emberből jön egy vonal, ami tartja azt az ágyat, amin a beteg társuk feküdt. Ami azt jelképezi, hogy ők nem csak egymással voltak tökéletes egységben, hogy segítsenek a barátjuknak, hanem a barátjukkal is. Számomra a rajzolás az tökéletesen egybe fonódik az imádsággal és az Istennel való kapcsolattal, illetve neki való hálaadással. Mert hiszen a tehetség, amit ilyenkor használok, az nem az én tehetségem, hanem Istennek a csodálatos művészi tehetsége, amiből a hit által én csupán részesedhetek. És végtelen hálás vagyok neki minden olyan rajzért, ami sikerül, és amivel tudok az embereknek örömet okozni.